Akaraterő, eltörtek a bordái, összeesett a tüdeje egy bukás után, mégis harmadik lett a fiatal magyar motokrosszos. Törött bordákkal és sérült tüdővel lett harmadik a cseh motocross bajnokságban Svoboda Bence. A 21 éves válogatott motoros az utolsó futam előtti edzésen bukott egy óriásit, de egy óra múlva már újra versenyre jelentkezett. A futam után azonnal kórházba vitték, de azt mondja, alig várja, hogy újra motorra ülhessen. Ugratás a levegőben, majd egy kisebb bukás után újra nyerekben Svoboda Bence. Ezt az esést szerencsésen megúszta, nem úgy, mint a hétvégi csehországi futam előtti edzésen. A fotón látszik, akkora erővel csapódott a földhöz, hogy bukósisakja majdnem ketté nyílt, a motor kormánya pedig tőből letört. Az után lévő 20 percen nem is nagyon emlékszek, hogy őszinte legyek. Megzúztam a kezemet, az oldalmat, hátamat, hát amit meglehetett, azt szinte mindent. Bence több mint 100-zal ment, amikor elesett, 3 bordája eltörött, fél tüdeje pedig összeesett. Alig kapott levegőt, ennek ellenére alig 1 óra múlva rajthoz állt a mindent eldöntő futamon. Sokáig vezetett, itt az egyik legnagyobb ugratónál is ő van az élen. Később a fájdalmak miatt visszaesett és a középmezőnyben ért célba. Az összetett bajnoki cím elúszott, de a bronzérmet így is sikerült megszereznie. A verseny után kórházba került, most azt mutatja, hogy 5 napja csak segítséggel tud lélegezni. Be van vezetve ide a tüdőmhöz, ezt holnapi nap folyamán fogják kivenni. A motocrossban gyakoriak a bukások, Bence fedélzeti kamerájából látszik, hogy milyen terepen kell motorozniuk. A súlyos sérülés ellenére a 7-szeres magyar bajnok alig várja, hogy meggyógyuljon és újra motorra ülhessen. Hétfőn érkeztem ide, ugye is hétfőn is mehetek, hogy távozhatok. Már nagyon várom, még nem voltam soha annyit kórházba, nem is szeretnék a jövőben. Remélem, hogy minél előbb felépülök, és meg tudom kezdeni időben a jövő év felkészülésemet. Azt mondja, jövőre szeretné megnyerni a most elvesztett bajnokságot, és újra kipróbálná magát a világbajnoki sorozatban, ahol 2 évvel ezelőtt már pontot is sikerült szereznie.